Kis házakból és mindössze két utcából álló, alig 300 lelket számláló település Fejértelep, a deliblati homokpuszta kapuja. A Versectől alig 30 kilométerre levő falucskában még beszélnek magyarul az emberek. Az iskolában már nincs magyar oktatás. Az összevont tagozaton 12 alsós diák van, az óvodában viszont csak 2. A kultúregyesületben ottan működik a táncsoport, és ott összejönnek a gyerekek, és úgy, hogy ott tanulik a verseket, meg na, szórakozunk. Az Ady Endre Művelődési Egyesület az egyedüli hely, ahol összejöhet a magyarság, de anyagi támogatás hiánya miatt kérdéses a fennmaradása. Kultúregyesületben is hát minél ritkábban jövünk össze, és most már elég kevesen vagyunk, na de ilyen rendezvényekben szóval nem gond, akármikor segítünk, és azon vagyunk, hogy hát valami történjen a faluba. Munkahely nincs a településen. A megélhetést a mezőgazdaság és a szőlészet adja, de a siker munkával jár. Mindenütt, ha az ember dolgozik, megbír élni. Csak egy probléma, mint Susara is, egy kicsit félreálló. Messze a piac. Ottan kellene az országa, vagy kicsit jobban törődjön, hogy prezentálja is, és ezeket, amelyek egy kicsit kisebbek, egy kicsit tanítsa is meg, hogy csinálják meg azt az értéket. A faluban valamikor 1500-an éltek, ma viszont alig 300-an. A lakosok kétharmada magyar. A falu elnök nem derül látó a település jövőjével kapcsolatban. Nagyon sok férfi van, aki nem nősült meg. Aki ha mindig megnősült volna, és akkor hozott volna mondjuk rá, vagy nem engedtük volna még, hogy a fiatal lányok elköltözzenek innen, hanem itt maradtak volna, itten települtek volna, és itten gyarapítottak volna a családot, akkor Fejértelepnek legalább bár 100 lakossa több volna. A népesség csökkenésére az elvándorlás is nagy hatással van. Azonban az itthon maradottak felveszik a harcot a mindennapi kihívásokkal szemben.